a nemzeti konzultáció kezdete óta a gyakorlatban is felgyorsult a soros terv végrehajtása Európában. Novemberben először az úgynevezett Libe Bizottság, majd az Európai Parlament is teljesen egyértelmű mandátumot adott a tárgyalások megkezdésére. Ennek a mandátumnak a lényege egy kötelező, felülről nyitott betelepítési kvóta. A részletekben pedig egy sor olyan intézkedés, illetve tervezet is szerepel, amely például a civil szervezetek bevonásával tenni lehetővé kimondottan azon országokba betelepítendő emberek szétosztását és integrálását, amely országok nem kívánnak részt venni ebben a folyamatban. Beérkezett kérdőíveknek már több mint 90%-át feldolgozták, és az eredmények azt mutatják, hogy a magyarok egyhangulag elutasítanak minden olyan tervet, amely a bevándorlást segíti és ösztönzi. Már most elmondható, hogy a soros terv minden egyes pontjára több mint 2 millióan mondanak nemet. Így a résztvevők egységesen elutasítják, hogy évente 1 millió bevándorlót hozzanak Európába. Egyhangulag elutasítják azt is, hogy a már itt lévő bevándorlókat kötelező jelleggel szétosszák az egyes uniós tagországok között. Abban is egyetértés van, hogy szó sem lehet arról, hogy minden Európába érkező bevándorlónak 9 millió forintos támogatást adjunk. És a magyarok álláspontja abban is egységes, hogy a határvédelmi kerítést meg kell védeni. Végül, de nem utolsó sorban, a magyarok nem fogadják el, hogy a betelepítést ellenző országokat nyomás alá helyezzék.